És tovább a következő kategória egy nagyon extra külön díj, amit most adunk át először. Szeretném majd Újvári Enikőt felszólítani színpadra, három királyfi, három királylány mozgalom alelnökét, aki már évek óta az év családbarát díját adja át nálunk. Ez a kategória egy olyan külön díj, ahol szintén döntős nem hirdetett a zsűri, hiszen egy iroda volt, aki kiemelkedett a sok közül. Köszönöm szépen a szót, és nagy örömmel állok most itt. Ahogy mondtad, Dani is, ez egy elég különleges díj, nem csak azért, mert talán pont ilyet nem is adtunk még át, hanem azért is, mert ez egy kicsit integrál két díjat. Aki ismer engem esetleg már régebbről, az tudja, hogy én a családbarát témáért dobog a szívem, ezért dolgozom nap, mint nap. És ez a díj, ami egyébként a fenntarthatóságról szól, ez egy olyan díj lesz, ami a fenntarthatóságnak nem csak a hagyományos értelemben vett zöld iroda jellegét, hanem egyúttal az én szívemet megdobogtató családbarát jelleget is ötvözi. Tehát ez egy komplex díj, és az irodaház, vagy az a projekt, amelyik megnyeri ezt a díjat, én azt gondolom, hogy mind a két szempontból abszolút példaértékű, és ahogy tegnap egyébként posztoltam is a Facebookra, én azt gondolom, hogy egy nagyon jövőben mutató díjról beszélünk, olyan díjról, amit érdemes figyelni érdemes arra a jó példára, amit ez a cég képvisel, és én azt gondolom, hogy ők igazából tényleg egy zászlós hajóként fogják mutatni azt, hogy merre tart a jövő. És hát nézzük meg, hogy ki ez a cég. Kollégáit, hogy vegyék át a díjat. Gratulálunk az év fenntartható irodája címért. Szeretettel gratulálok nektek. Ezt így átadnám. Ki fog beszélni annak a... És az oklevelet is oda. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönjük mindenkinek. Mi nem készültünk nagy beszéddel, csak annyit szeretnék elmondani, hogy a BP Magyarország nevében nagyon szépen köszönjük a jelölést is, és a díjat is. Köszönöm. Gratulálunk még egyszer!